Sziasztok! Ma egy klasszikus ételt hoztam nektek, amelynek már a neve is sokat mondó. Ez a legényfogó leves. Tulajdonképpen nincsenek kőbevésett recept hozzá, ahány ház annyi szokás. Egy valami közös bennük a hozzá kötődő anekdota, mégpedig, hogy annak idején a lányos anyukák, hogyha szerették volna férjhez adni a lányukat, akkor a vőjelöltnek ezt a levest főzték meg, ezzel szerették volna elkápráztatni. Ebben a levesben minden van, mi szemszájnak ingere, és mint tudjuk a mondást is, a férfinak a szívéhez a gyomrán keresztül vezet az út. Tehát hölgyeim, hogyha szeretnék lenyűgözni a vőjelöltet, majd éppen a párjuknak szeretnének kedveskedni, akkor készítsék el ezt a levest. A hagymát apróra vágjuk, a zöldségeket meghámozzuk és karikára vágjuk. A burgonyát is meghámozzuk és felkockázzuk. Ezután a csirke mellett kockákra vágjuk, a májat megmossuk, feldaraboljuk, majd a gombát is megpucoljuk és felszeleteljük. Az olajon üvegesre pirítjuk a hagymát. Beletesszük a csirke mellett és fehéredésig pirítjuk. Hozzáadjuk a zöldségeket és a borsót. Felöntjük körülbelül 4 deciliter vízzel, sózzuk, borsozzuk, és fedő alatt 10 percig pároljuk. Ezután hozzáadjuk a felkockázott burgonyát és a szeletelt gombát. Felöntjük 1 liter vízzel, és addig főzzük, amíg a répa meg nem puhul. Ha a répa már puha, beletesszük a májat, és még körülbelül 10 percig főzzük. Ez idő alatt a tejfölt egy kis vízzel csomómentesre keverjük. A levest lehúzzuk a tűzről, és belecsorgatjuk a tejfölös keveréket. Összekeverjük, majd beleszórjuk az aprított petrezselymet. Aki szereti, tárkonyt is tehet bele. Összeforraljuk, és készen is van a leves.